nem ugyanazt a sportágat űztük mi akkor, mint ezek a maiak. Ez a mai jégkorong, ez olyan szintre fejlődött, hogy akkor nekünk valaki azt mondja, hogy Svédországgal, Kanadával, Szlovákiával tisztességes meccset fog játszani ez a magyar csapat, akkor kiröhögtük volna. Hát akkor mi a harmadvonalbeli csehszlovák csapatokkal nem tudtunk tisztes eredményt elérni. Szóval olyan szintre fejlődött ez a magyar jégkorong ma, hogy nem is hasonlítanám össze a mi akkori produktumunkkal, amit nem degradálni akarok, mert én azt gondolom, hogy 4-5 hónap jéggel és azokkal a lehetőségekkel mi elég szép dolgot produkáltunk. Egy miatt szeretnék nagyon ma jégkorongozni és beállni a kapuba, hogy olyan felszerelések vannak, hogy csak a nyálam csorog, mikor meglátok egy 2 dekás lepkés kesztyűt, vagy egy fél kilós lábszárvédőt, egy mamutot. De a kapusjáték is nagyon megváltozott a jégkorongon nagyon belül? Annyira gyors lett a jégkorong, hogy annak idején még a Vedres Matyi még vetődött egy korongért. Hát mire a mi vetődéseinket bemutatjuk, már pont az ellenfélnél van akció, tehát egész más lett a stílus, kicsúszni a szögre, kevés mozgással, teljesen lezárni, egész más lett. Ők taníthatnának engem ma, de nem én őket. Kovalcsik Péterre a székesfehérváriak úgy emlékeznek, mint a Volán első bajnok csapatának kapusára. Egy játékosra, aki végig hű maradt az eleinte fővárosi, majd Fehérvárra költöző csapathoz. Ám a jégkorong barátok inkább a 83-as budapesti C csoportos világbajnokság miatt emlékeznek rá. Az a Kína elleni 4-3-as zárómeccs, az a feljutás a másodosztályba legalább olyan súllyal bír, mint Palkovicsék szapporói diadala. Elindult a 83-as VB, és az első meccseink azok ilyen délelőtti meccsek voltak, és még úgy el is voltunk eseredve, hogy nem tudták délutánra tenni, hogy legyen ki néző. Jó lett volna érezni a hazai közönséget, ha már itthon játszunk, és óriási megdöbbenésre hétköznap délelőtt a bulgárok ellen játszottunk, és tele lett a stadion. És ott az újságok nagyon sokat írtak rólunk, ott nagyon népszerűek lettünk, és akkor onnantól megismertek minket. Tulajdonképpen ezt a 83-as sikert az értékeli föl, hogy nem a B csoportban, de a lehetőségeinkhez képest a C csoportban sem lett volna helyünk. Magyar Jégkorong Szövetség sem volt így hát, ebben a formában. Hát ennyire mostohák voltunk, hogy egyik jellemző példa az akkori körülményekre, hogy a 83-as VB-re az, hogy megvolt a csapatban az az igény, hogy valahogy kinézzünk úgy, mint a nyugatiak, hogy az osztrákokat tátott szája néztük, egyen írha bundájuk, egyen írha sapkájuk, 5 féle melegítőjük, bőröndjük, minden egyen volt. Mi összedobtuk a 3000 forint volt akkor egy öltöny, és akkor elmentünk, mindenki csináltatott magának egy öltönyt, hogy valahogy egységesen meg tudjunk jelenni. Aztán ez a 3000 forint visszajött, mert a B csoportba való följutásért minden játékos kapott 3000 forint prémiumot. De egyébként nem a pénzről szólt akkor egy jégkorongozónak a pályafutása. Nem, a pénzről annyiban szólhatott, hogy mindannyian csak költöttünk a jégkorongra, az edzésekről rohantunk el, mindenki a maga kis seftjét, mindenki a maga kis másodállását, a maga kis pénzszerzését, mert annyit kerestünk, mint egy jó megfizetett bolti eladó. És tehát abból nem, és nem voltak olyan lehetőségek, hogyha valaki egy jobb korcsolyát akart, akkor saját magának zsebbe kellett nyúlni, és akkor azt úgy meg tudta venni. De sohasem vetődött föl benned így menet közben, hogy ezt abba kéne hagyni, mert ez annyira reménytelen? Mi nem, tartott ott a pályán? Nem lehetett abba hagyni, mert annyira, aki akkor jégkorongozott, egyetlen egy olyan játékos nem volt, aki azt a pénzért csinálta. Én azt gondolom, ma sincs ilyen, mert azért ennyi pofont és egy ilyen színvonalú jégkorongot, amilyet ma a srácok űznek, ez nem pénzkérdés. De annyira magával ragadó volt ez a játék, aki egyszer ezt megkóstolta, akár nézőként, akár játékosként, onnantól kezdve ez nem engedi el ezt a sportot. És abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy ott voltál a magyar jégkorongsport másik nagy sikerekor Szapporóban. Én csak egy dolgot sajnáltam, hogy ugyanezt a sikert a srácok nem Budapesten élhették meg, mert ha ezt itt élik meg, akkor szerintem még azóta is ott vannak a stadionban, mert nem engedte volna ki őket a különbség. Akkor nem is cserélnél, mondjuk Szuper Leventével letekintetben, mert ez tényleg egy hatalmas nagy különbség.
Én megmondom őszintén, hogy teljesítményben sokkal nagyobb produktum az, hogy ott bejutottunk az A csoportba. De azt a 83-as budapesti VB, a kínai meccset, meg ami ott utána történt, azt nem cserélném el az A csoportba való bejutásért. Mi történt utána tényleg, ha már itt tartunk? 83-ban? Igen, megnyertük, lefújták, nyilván óriási ünneplés. Igen. Óriási ígérgetés volt, befedjük ezt, lesz új pálya, itt, ott, amott, természetesen nem lett belőle semmi. Én egyébként a kis stadiont, ahogy elkezdtem a KSI-be jégkorongozni, én azóta hallgattam, hogy jövőre befedik. Uh-huh. Ezt meghallgattam 20-30 valahányszor, nem fették be, most befették a kis stadiont, hál' Istennek, semmi nem történt utána, ugyanott voltunk. Azt nem mondhatnánk, hogy Kovalcsik Péter élete unalmas. Már csak a feleség Kriszta miatt sem, aki sokáig élte egyébként a két gyermekes édesanyák szokványos életét, hanem aztán... Egyszer csak hazaállított egyik napról a másikra egy tűzpiros Yamaha versenymotorral. És ott állt a ház előtt, és mi az Isten ez? Tehát ő most megvette magának ezt a motort. És akkor egy jó darabig motorozott, utána elkezdett lovagolni, addig lovagolt, míg 9 csavarral össze nem csavarták a kezét, akkor elkezdett búvárkodni, akkor utána megtanult repülőt vezetni, akkor egyszer kitalálta, hogy elkezd hegyet mászni, és ez a hegymászás lett neki igazából a legkitartóbb és legtartalmasabb. Hát hobbinál talán valamivel több tartalom az életében, és első magyarként az északi és a déli sarkot meghódította, és tulajdonképpen ő az életét onnantól kezdve ilyen extrém sportolásokkal tölti. Hát neki is szurkolsz, gondolom. Csak ott nagyobb a tét, mint a magyar sportnál. Igen, mindenképpen. De nem tudod bepalizni, hogy mennyire vele. Nem. Én mondtam, én szívesen elmegyek a helyre, mindenhol van egy normális kis motel, kis zuhanya, meg mindennel, de ezeken a helyeken a mínusz 40-ben ilyesmi nincs. És hát akkor a gyerekekről az idősebbet azt gondolom, hogy sokan ismerik, de ez egy nagyon furcsa dolog. Először is hát azt is furcsa lehetett megélni, hogy egyszer csak híresebb lett, mint te. Ezt kívánom neked, hogy éld meg, de szülőként ez nem egy olyan nagy baj, és én azt gondolom, hogy egy szülőnek annál jobb dolog, hogy nem azt mondják, hogy ő a Kovalcsik, hanem ő a Lilu papája. Ez egy nagyon jó dolog, és én ebben nagyon jól érzem magam, és amikor élő műsorai vannak, akkor ott ülök az első sorba, és ugyanúgy izgulok érte, mint ahogy minden szülő izgul, mint ahogy a Kovács Csaba izgul a mindkét fiának, akik jégkorongoznak.